újabb kincsek kerültek be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A bizottság május 16-ai ülésén 4 kulturális örökséget és egy természeti kincset vett fel az értéktárba, amelyeket most Harangodon mutattak be. Az értéktár így jelenleg 105 megyei értéket számlál, ám ez a szám folyamatosan bővül. Most többek között bekerült a Bürkőzzenekar is, amely munkásságával érdemelte ki ezt az elismerést. Mellettük természetesen teljesen egyenjogú értékként került be Árokháti Bélának az emlékhelye a Gyürei Református templomban, illetve az Újfehértói Szikes, mint természetvédelmi terület, és a Keleti Gyepűnek a hagyományőrző tevékenysége, a Keleti Gyepű Egyesületnek, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a legutóbbi értéktárbizottsági ülésen felvett értékek elég színesek, és egy nagyon komoly palettát ölelnek fel a megyei értékek sorában. Az értéktárba felvett Bürkőzzenekar nemrégiben a megyei közgyűlés kitüntetését is megkapta. Pár héttel ezelőtt megtudtuk azt is, hogy a megyei közgyűlés által felajánlott Szentpéteri Zsigmond díjat is mi kaptuk meg. Szentpéteri Zsigmond díj azoknak a civil szervezeteknek, közösségeknek, együtteseknek adható, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kultúrát ápolják, tovább éltetik. Ők úgy döntöttek, hogy mi erre alkalmasok vagyunk, és most köszönöm szépen itt mindenkinek, aki bízott bennünk. Köszönjük szépen azoknak a polgármestereknek, akik javasoltak, úgymond felterjesztettek bennünket erre a díjra. Ez a díj polgármesterek által jöhet létre, tehát ők terjeszthetik fel az egyéneket. Az együttes Bürkös Nap néven szervez kulturális programot a Harangodi Téka táborban, ahol lesz főzőverseny, koncert és táncház is.